Na gyerekek, hétvégén az lett volna a program, hogy elmegyünk egyet bringázni, de olyan kurva szél volt, hogy nem mentünk sem sehova, hanem helyette meghekkedtük a kertet. Ez itt a kert. Eddig már megvoltunk, ugye, hogy voltak ezek, de most van alatt a fű, baszod. Meg van nád. Úgyhogy már most nagyon kertbe vagyunk. Nagyon megyünk, kertileg. Viszlát. Na, közben pedig a héten, amik történni fognak, lesz egy csomó esemény. Sőt, jövét szerdán lesznek videók, lehet, hogy kettő is. Közben, mint a melléketában mutatja, már iszonyatos foci EB sztori van. Holnap reggel rádió, ma már voltam a rádióban, de holnap reggel Leventéve, Deja Vu fesztivál, sőt, holnap játszik a magyar válogatott első meccset Portugáliával, úgyhogy az is nézés lesz. És menetek. A héten menetelésben leszünk, főleg a hétvégén, de ez mikor van, az majd mindjárt meglátjátok, jó le. Rádió 88 reggel, kávé, fél liter kávé. Dezsavus óriás bejelentések, napi bontás és napi egy és társai. Úgyhogy jön levés, aztán nyesetjük neki, már kedv van. 99-88-88 jó utat kívánom. És információk támogatója Porsche Szeged, a Skoda, Audi, Volkswagen márka kereskedési szerviz. Kávé 88! A Kávé 88, a legszegedibb ébresztő. Máté Júlival és Dános Péter Csongorral. Nem csak ebélázban, hanem Deja Vu fesztivál lázban is ég Szeged. A fesztivál fene gyerekei már a stúdióban. Jön a napi bontás. Hamarosan erről beszélgetünk, illetve jön most Jason Derulo és Nuka közösen a Love Not War, a te kedvenceid közül. Pontosan 8 óra van, jó reggelt! Hogyan trollkodjunk szét egy rádiódást? Köszi srácok, ma is. Ma csak túléljük ezt. Na, itten vagyunk. Nem leszünk sokáig. Itten vagyunk. Rolin már teljes harci díjtel. Lement az életről. Csongi is a szomszéd. Szállj már ki az arcomból! Levi megcsinált a bajszát, ezért piros bajusz. Hát várjál, könnyünk rád? Most kérd meg! Azt az olyan nézekért szarul, azért maradjunk ennyiből. Na, ezt tedd le, mert dolgozni kell, gyere! Game day. Figyelj oda, a magyar válogatott játszik. Beszereztük a hozzátartozó kellékeket. Még majd lesz arcfestés. Úgyhogy irányított hely. Go! Már a helyszínen, a himnuszon túl vagyunk. Fél időben 0-0 van, hideg állapotba kerültünk, ez miatt. De nem ismer embereket, nem ismeri azt, akivel vagy, mert ha elmondjuk egymást, akkor tudjuk, hogy kívül. Érthető, ugye? Dániel, gyere baszd, hogy legalább érzed, hogy mi a helyzet. 3-0 lett a vége, de 84. percig tartottuk magunkat faszán. Tehát, hogy ezt nem érdemeltük meg, ezt a 3-0-t, te hogy érzed? 3-0-t abszolút nem érdemeltük meg. Én azt mondom, hogy a meccsen nyújtott teljesítményük abszolút nem tükrözi ezt a végeredményt. És én egy picit sajnálom, hogy ennyi lett. Én azt mondom, hogy jó, itt volt egy baráti fogadás, 500 forintot tettem arra, hogy 1-0-ra nyernek a portugálok, mert szerintem ennyi volt benne. De ez a 3-0 teljesen indokolatlan, ahhoz képest, hogy mondjuk a tényleg a magyar csapat az mit focizott a portugálokkal. Ez nevetséges. Úgyhogy Ronaldo, eddig sem volt ez szimpatikus, de most már bazd meg. Hogy az-e? Zoltán! Hello. Sziasztok! Ez itt a Jackass. Mi történt? Mi történt a kurva portugál meccsen? Mondjad el! Ide figyelj! Ha vége lett volna a 82. percben, én azt mondom, hogy ez életem meccse volt. János, mondja még valamit, baszki! Ezek után mondja még valamit! Erre a meccsen, hát az meg igen, szégyenlős vagyok. Egy, kettő, a stand-up jegyek elfogytak. Az összes! Kiárosítottak jövőségre. Baszki, én éreztem, én tudtam, hogy benned van az hát, ilyen. Hát aki lemaradt, az kimaradt, úgy, mint itt a izé ülőhelyekkel, nyilván. Úgyhogy a meccshez az meg annyi hozzáfőzni valahol van, hogy a portugálok, nem tudom, nem akarok izé... Mondjuk ki őszintén, hogy senki hát ez szarok, ennyi. Igen. Többiek?
Így van. Ajni, milyen volt a harmadik gól? Én nagyon bebasztam, úgyhogy én nem emlékszik a harmadik gólra. Van ilyen lassított felvételed? Van, ezt kilassítom. Oh, fuck this shit! János, Jánosnak van parfüm illatú, ez milyen? Ez most milyen? Ez Kitz, Mape Derm Kitz, de igazából rágógumi, hogy erre asszociálsz. Na nézzük meg! És befújod, oh, és, basz, és, meg de jó és jön, jönnek rád a szúnyogat. Az barát, én most már kurva vidas vagyok, mert már két férjét csináltam magamra, de... Deli! Semmi gond? Tobi, megölte magát? Jön a következő meccs! Jó a hot dog! Mi lett ez a hot dog? Ebből házi buzi lesz, házi tető buzi. Házi buzi? Házi tető buzi. Ne engem, hagyom, hogy valami jó kis van. Te egy rajzművész vagy. Nem tudja! Akkor megint beinni? Vasítok meg egy feleset, visszafeles. Erős veletekben vagyunk, azért maradjunk annyiba. Na? Harmadik gólt, kurvára nem láttam. Ez van, hogy lemaradtunk a harmadik gólról, bassza meg. Hú, gyerekek, a tegnap este nagyon csúnyán végződött. A szentség itt neki. Úgyhogy már túl vagyok két podcasten, rögzítésen. Az egyik a szokásos szerdai mozizgatónk volt, a másik viszont egy érdekesség, ugyanis az Ember podcastbe én löszök majd a vendég, mert hogy voltak ilyen igények, meg kérések, hogy mi lenne, ha én is csinálnék egy ilyen. És Mikos Komán ma csináltuk, mert nem akartam, hogy senki megsértődjön itt a Szegedi Brigádból, hogy mi pont őt kértem meg, és mi nem mást. Úgyhogy ugrottunk Debrecenbe, és így neten keresztül megcsináltuk ezt a jó interjút, úgyhogy ennek mentünk most itt az elébe. Egy következő projekt is lesz, annak a megbeszélése pedig holnap esedékes délelőtt. Úgyhogy menetek vannak, sőt, Mikos barátom felhívta a figyelmet, hogy volt nekünk egy projektünk még régen, még a jó Szabó Danival, akivel már most 3 hete nem volt helyreigazítás podcast, ha minden igaz, akkor hónap az is lesz. Úgyhogy volt egy egészen jó kis projektünk, amit most nem mondok el, mert még valaki megcsinálja előttünk, aztán csak már nézünk után. Úgyhogy lehet, hogy az már most pihent annyit, hogy ezt újra kéne csekkolni. Úgyhogy főpiszkálta az agyamat most ezzel. No, csütörtök van reggel, és megyek egy megbeszélésre, indul egy új projekt. Egy régi új projekt, ami már így előzetesben így össze volt pakolva. De aztán megállt a dolog. Lényeg, hogy ha minden jó megy, akkor ősztől lesz egy ilyen valami. Egyelőre szupertitkos a sztori, több szempontból is, úgyhogy ennek a megbeszélésre megyek. Bekészítettem csodálatos happy típusú érzetemet, óriás brainstorming és ötletparádé, úgyhogy izgulok egy kicsit, mert ez jó lesz, ezt én szerintem nagyon fogom élni. Ez eredményét pedig majd, ha minden jó megy, akkor olyan szeptember magasságában majd ti is meglátjátok. Természetesen azért lesz némi promóció mellé dobva, hogy mindenki tudja, hogy mi történik. Tesz egy jó kávé? Egy újabb péntek reggel gyönyörű faszikkal. Nagyon vártuk. A pénteket. Nem engem. Nézd, te. Figyelj, nagyon mennek a faszik. Igen, így szétbontottam a fő stúdió, de egyébként meg vagyok, igen, amihez én hozzáérek, az szétmegy. Semmi baj, fogja nyugodtan a munka után jól esik a pihenés, vagy hogy van ez? Srácok, dörrentenek egy lángost. Valami olyasmi. Egy kis diétás. Egy kis Csak diétásan, csak diétás. Ez diéta, minden diétás. A saj diétás. Ettől fogy. Igen. Ez az fogy. Ettől fogunk fogyni. Érdekes. Hú, adja nagyon. Kis fokhagyma. Kapcsolj már ki! Csonga, mi nyelvez, nem a?
Na gyerekek, közben elmentem a megnézetni, mert pislogott itt az olaj, nem nagyon volt már olaj a kocsiba, azt mindig ellenőrizzétek, mert sose lehet tudni, ha nem biztos, hogy kigyullad itt a figyelmeztető fény, úgyhogy kell az olaj az autóba. Ez ilyen kell bele, tehát ez olyan, mint a benzin, tehát hogyha nincs benne, akkor nem megy. Most pedig, hogy elindulunk a jó kéktúrát megcsinálni, ehhez némi ilyen felszerelés még hiányzik, mint például, mit tudom, fájdalomcsillapító, illetve szúnyagcsípés elleni krém, vagy nem tudom. Tehát ilyen apróságok, amik megkönnyítik az életeteket, hogyha van. Úgyhogy most ennek a beszerzésére indulok el jól. A Algyai Média csoport záróvacsora, amit László fizet mindenestől, söröstől, töményestől, kajástól, taxistól, mindenestől. Egyrészt meg késik, másrészt pedig azt mondta, hogy úgy fog megérkezni, mint egy román vendégmunkás. Úgyhogy Laci, bazd meg, gyere! Éppen ezt örökítsi meg ezt a fejét. Megérte faszé, megérte faszé. Köszi szépen! Kicsit trógerben van az űrge, de hát jó van. Román rokonaim vannak.